Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Néhány héttel ezelőtt forgattunk egy gumiteszt videót Oliver csatornájára egy C63 AMG-vel. Nagyon látványos, nagyon hangos és főleg nagyon tanulságos. Itt van alul a linkje, mindenképpen kattintsatok át, nézzétek meg. Ebben a videóban meghívtuk Ágó Bélát szakértőnek, aki hát járműmérnök és szenvedélye az autóversenyzés, tehát meglehetősen képben van az autógumikkal, viszont nyilván nem tehetjük be vágatlanul az ő teljes szövegrészét. Viszont nagyon hasznosnak tartjuk, amit elmondott, ezért most itt, Check Engine-en közreadjuk vágatlan formában. Szóval nyomjatok csengőt, lájkot, iratkozzatok fel, kommenteljetek, aztán pedig nézzétek meg a gumis videót. Ha pénzt kellene költenem az autóra, akkor elsőként gumira költeném. Elsősorban azért, mert ez az egyetlen dolog, ami a kocsi és a talaj között van. Ezzel tudom irányítani, fékezni, mindent ezzel tudok. Szerintem ez nagyon fontos, és ha megfelelő mennyiségű pénz áll rendelkezésre, akkor megpróbálnék mindig venni egy külön szettet télre, illetve nyárra. Eltérő felépítésűek ezek a gumik, de általában a mai korszerű gumiabroncsoknak radiál szerkezete az végtelenül egyszerű. Van egy fém hordozó réteg, amire különböző mennyiségben eltérő keverékű gumikat vulkanizálnak, és ez adja meg nagyjából a küllemét. A legfontosabb az, hogy ugye a talaj tapadása abból adódik, hogy ez a gumi rugalmas. A gumi egyébként nem csak hogy rugalmas, hanem még viszkózus, úgy nevezik, hogy viszkoelasztik. Ez a példa úgy lehetne jól szemléltetni, hogy mondjuk van egy vödör mézed, meg van egy rugó. A gumiabroncs, a korszerű gumiabroncsok, akár mesterséges, akár természetes gumit tartalmaznak, ennek a kettőnek a keveréke. Tehát képesek arra, hogy mint egy rugó összenyomod, és visszanyeri az eredeti állapotát, mint pedig a méz, a viszkózus folyadék, hogy az erő hatására megváltozik a struktúrája, átalakul. Na most itt a használat után ezt pontosan jól látjuk, hogy végül is megvan az eredeti formája, de vannak eltérések is, maradó alakváltozást is szenvedett. Az egész tapadás az onnan jön, hogy a felület, amit itt is láthattunk, az nagyjából a mikro és a makro barázdáltságtól függ, hogy milyen jól tapad ez a gumiabroncs. A makro barázdáltság az az, hogy mennyire egyenletes, hullámos a felület, egy bizonyos milliméter érték fölötti eltéréseket veszünk. A mikro barázdáltság, vagy mikro érdesség, az pedig az a dolog, ami olyan kicsi, hogy a gumi rugalmasan képes felvenni, itt ugye a milliméter alatti részekről beszélünk. Ekkor jön képbe az, hogy valami fényes aszfalt, vagy ugye egy kicsit már kopott, magyarul kicsi a mikro érdessége, nagyon sima. Persze a makro érdessége az még továbbra is meg lehet. Ez adja lényegében a gumik tapadását, természetesen a keverék döntő fontosságú. Ma azt mondjuk, hogy van a nyári gumi, ami kicsit keményebb keverékű, és van a téli gumi, ami sokkal puhább keverékű. Ha megnézzük a versenysportot, akkor ott azért egy kicsit szofisztikáltabb, hiszen ebből is találunk többféle keménységet, többféle keveréket, compoundot, ahogy az angol mondja, és azért a téli gumiból is van szűkebb, szélesebb, tehát mély hóra, vagy éppen csak felületi hóra való dolog. Tehát a keverék és a mintázat nem olyan szigorúan meghatározott. Igazából mi leegyszerűsítettük a hétköznapi autósnak erre a kettőféle gumira. Hát érdemes megemlíteni ezt a 7 fokos szabályt, amit én magam nem annyira támogatok, mert azért a hőmérséklet az nem egy ilyen éles határ. Ha kellene egy ökölszabályt mondani, akkor valaki ezt kitalálta és ezt használjuk. Én nem nagyon támogatnám, mert száraz időben, 7 fok alatt, aszfalton ugyanúgy még továbbra is a nyári gumi, főleg az ilyen sportos, például ez egy sportkontakt 7 keverék, ami egy picit puhább, jobb tapadást eredményez, mint a téli gumi. Persze nem bátorítanék senkit se arra, hogy télen csak kifejezetten nyári gumival menjen. Próbáljuk megtalálni azt a kompromisszumot, ami jó, vagy igazodjunk az időjáráshoz, meg az út viszonyokhoz, mert akkor tudunk tényleg biztonságosan menni. Amit ma csináltunk,
abból két dolog azért mindenképpen kijön. Az, hogy tényleg figyeljünk oda, amit az előbb mondtam arról, hogy milyen körülmények között autózunk, tehát a téli körülményekre nyilván válasszuk a megfelelő téli gumit, és mindenképpen próbáljunk meg valami friss, újabb gumiabroncsot választani. Nyilván, ha a pénztárca engedi, akkor az új, az igazi. Hát az években pedig nem nagyon mennék öreg gumik felé, hiába van meg a profilmélysége, mert a profilmélység ebből a szempontból nem sokat jelent. A keményedés az sokkal többet jelent, hogyha egy gumi az idő előre haladtával megkeményedik, sőt, nagyon fontos a hidegen tárolás. A legtöbbet azért a nagyon durva fagyban tárolás okozza a gumiabroncsnak, akkor indul el a szerkezetben egy olyan változás, amivel gyorsan, rendkívül gyorsan kikeményedik, és akkor már nem éri el azt a tapadását, mint egy friss gumi. Egy pár mondatot érdemes arról is beszélni, hogy hogyan tudnánk ezt azonosítani, hogy milyen ez a gumi, milyen idős. Közszájon forog már ez a DOT kifejezés, ami az amerikai Department of Transportation-nek a rövidítése. Ez a számkód, amit ők megkövetelnek a gumiabroncsokon, ez már világszerte elterjedt, és manapság egy négyjegyű kóddal azt mutatja meg, hogy a gumiabroncsot mikor gyártották. Megpróbálom itt megkeresni, ezen valószínűleg a másik oldalon van, ezen megtaláltam, 1223. Ez azt jelenti, hogy 2023. 12. hetében gyártották, erre azt mondanám, hogy elég friss ez a gumiabroncs, ezzel tudhatjuk meg, hogy hány éves egy abroncs. Mindez mit sem ér, ha nincs beállítva a helyes keréknyomás. Alapelvként mindig kövessük azt, amit a gyártó előírt az adott autóhoz. Ezeket legtöbbször a vezetőajtónál található kis címkén, vagy a benzintartályba ömlő nyílásán találjuk, végső esetben pedig forduljunk vagy a kézikönyvhöz, vagy az internetes segítségként, és a nyomást mindig állítsuk be erre az értékre. Ez azért is fontos, ott megtalálhatjuk egyrészt a kis terheléssel és nagy terheléssel, nagyon sok autónál megtalálható ez a nagy sebességgel való közlekedésre is, eltérő nyomások valóak ezekre a körülményekre, mindig próbáljuk meg ezekhez beállítani. Hogy mivel jár egy alacsony nyomás, egyértelműen egy késlekedés van a kormányzásban, az irányításban, a fékezésben is, nyilván egy fokozottabb kopás, és természetesen jobban melegszik az egész gumiabroncs, emellett még többet is fogyaszt az autó. Ha jobban felfújjuk a gumiabroncsot, mint a gyári érték, akkor azzal jár, hogy a gumiabroncs közepe fog jobban kopni, kisebb a gördülési ellenállás, de kevésbé lesz meg az a tapadás, amit az előbb említettem, hogy nem kapcsolódik be a gumiabroncs teljes felülete az aszfalt barázdáiba, hát ezért nem fog olyan jó tapadni a kemény gumiabroncs. Nagyon sokan járnak eltérő méretű abroncsokkal, ha ezzel nem szerelték az autót, akkor egy picit utána kell nézni, hogy ahhoz az adott tömeghez és ahhoz a gumi szerkezethez milyen nyomást ajánl a gyártó. Ekkor már ugye a gumiabroncs gyártója, hiszen az autógyártó nem szerelt rá ilyen gumit. Ugye elméletileg nem szabályos, de ha mégis valaki egy versenypályán vagy pályanapon olyan körülmények között más méretű gumikat használ, akkor ezeket fontolja meg, hogy mi lenne az a jó érték, amit az eltérő méretű gumiabroncsokhoz használjanak.